Na, hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb csodás, fantasztikus részben. És hát mint a kezemben lévő, hát kopó alkatrészből kitalálhattátok, a mai videóban égszíjat kellene cserélnünk újoncba. Kezdjünk neki! Na igen, szóval égszíjcsere, alias hozbordásszíj, ki hogy nevezi, teljesen mindegy. Na igazából egy teljesen jelentéktelen alkatrészről van szó. Igazából nem sok mindent csinál az autóba, csak powert ad az autónak. Ettől lesz áram a kocsiba. Na ja, meg még van valami generátor is, de az most lényegtelen. Szóval, ő is kopó alkatrésznek minősül, amit hát többen többféleképpen értelmeznek, hogy mennyi a csere intervalluma. Nagyságrendileg azt szokták mondani, hogy 50-60 ezer kilométerenként kéne kicserélni ezt a szíjat. Igen. Na most tegyük hozzá, hogy mióta újonc nálam van 2018 óta, szerintem, hát most fogom elérni a 12 ezer kilométert, úgyhogy még bőven benne lennék ebbe az intervallumba. Viszont, hát mivel ez a szíj? Hát gumiból van, és hát egy relatív forró helyen tartózkodik. Mint tudjuk, azért a guminak van egy fáradási ideje, vagy öregedési ideje, úgyhogy én inkább prevenciós céllal fogom ezt most kicserélni, mint hogy el lenne kopva. Csereindoka lehet még igazából a rossz a töltésed, tehát nyilván, hogyha nincs egy utólagos töltésmérőd, akkor nem fogod tudni, hogy mennyi a töltésed, éppen multiméterrel nyilván rá lehet mérni, de hogyha a szíj esetleg túl laza, túl feszes, akármi, gondok lehetnek a töltéssel. Plusz nem beszélve arról, hogyha túl feszes elszakad, ha túl laza, akkor meg nem hajt eléggé. Na ja, úgyhogy ennyi felkonferálás után, kezdjünk neki a cseréjének. Na hát előjáróban annyit erről az egész történetről, hogy aki nem tudná, hogy melyik az a vezérműszíj, ő. Ő az, mint láthatjátok, ott hátul Dassist generátor szíjtárcsa. Igen, és itt kezdődnek a gondok. Hogyha kizumolunk, akkor el is tudom nektek mondani, hogy nekem annyira nagy szerencsém van ezzel a motorral, tehát a jelen esetben a Z12XL-vel, hogy sajnos le kell vennem a motortartó bakot. Így van, mivel ott van átfűzve az égszíj. Na most utána néztem és javítsatok ki, mert nyilván ki fogtok javítani egyébként így is úgy is. Ha jól láttam, az 1.4-esek, illetve talán az azoktól fölfele lévő motorokba az égszíj nem megy át a motortartó bakon, hanem alatta megy. Na most józan paraszt észre én arra gondolok, hogy itt jelen esetben, mivel egy láncos vezérlésről van szó, a láncot nem kötötték be a vízpumpába. Igen, ez a tárcsa, ez a vízpumpa. Vagyis hát a vízpumpának a tárcsája. Nem kerülgetem már itt a forrókását. Szóval, én úgy vettem észre, hogy a szíjas vezérlésekbe bekötötték a vízpumpát, és ott az égszíj nem megy keresztül a vízpumpán. Itt viszont, mivel láncos, rákötötték az égszíjra. Mert miért is ne. Úgyhogy az én esetemben kifejezetten figyelni kell az égszíjra, ugyanis ha nagy isten megtöglik, akkor a vízpumpát viszi magával. Hát csodálatos, csak hogy jó legyen. Ja, úgyhogy hát első körben annyit kellene csinálni, mivel a motortartó bakot, mint mondtam, itt lent ki kéne szedni, itt az egész légszűrőrendszert ki kellene szedni a helyéről, vagyis hát nem muszáj az egészet, csak épp annyit, hogy itt hozzáférjek, de a szűrőházat mindenképpen, a légtömegmérőt le kell oldani, és hát majd meglátom, hogy mennyire szükséges szétbontanom az egészet hozzá. Na mindegy, hát kezdjek is neki.
Na, hát mint láthatjátok, így azért jóval több helyünk van, hogy hozzáférjünk. És hát konkrétan ő egy motortartó bak, assist motortartó bak. Ott rögződik ehhez a konzolhoz, ami a blokkba rögződik. És hát mint látjátok, nyilván ott fut át a C mögötte, körbe. Úgyhogy őt le kellene vennünk. És nyilván, hogyha már kim van a dircsi-szürcsi, akkor ennél jobb alkalmat úgyse fogok rá találni, hogy kipucoljam. Évente egyszer azért játszottam pucolni. Mert hát ez a plusz 50 lóerő azért, na az kell. Az kell az 1-2-esbe. Oh yeah! Srácok, akkor ki kellene szednünk a motortartó bakot, mint látjátok ott három csavar tartja, illetve magát a konzolt egy, ott hátul még egy, meg itt elő még egy, tehát összesen 6 csavart kéne kiszednünk, jó, plusz a 2-t, vagyis 3-at, bocsánat, ami a blokkba rögzíti magát. Viszont, mivel ezek a csavarok annyira terhelés alatt vannak, hogy így nem fognak megindulni, alá kellett emelnem, vagy hát alá kell emelni, inkább úgy mondom, az olajdekninek. Na most nekem tudja, melyik az olajdekni, az az, ahol leereszted az olajat a kocsitból. Igen, nyilván nem az a cél, hogy kiszakítsuk a motort a helyéről, csak hogy levegyük a terhet a bakról. Tehát, ahogy mutattam lent, megemeltem egy picit a deknit, aláraktam egy kartonlapot, vagy rongyot, valamit, már nem tudom mit raktam oda, csak hogy mégse fém a fémen legyen, és hát akkor kezdhetem kiszedni a felső csavarokat. Vonzó lehetne ezeket a csavarokat kiszedni egyből, és akkor kijön az egész, de ezt a hármat kell először kiszednünk, hogy szét tudjuk választani az egészet. Mert ha ezt kioldjuk, akkor lebukik az egész. Igen, mint látjátok, ezeket én már valamennyire megindítottam, úgyhogy már csak ki kell kapnom őket. Igen, és E16-ost használok hozzá. Valaki rámegy a hatlapfejű dugókulcssal, én nem fogok kockáztatni, mert csak elnyalom. És az az érdekes, én azt hittem, hogy lesz rajta menetrögzítő. De nem látok menetrögzítőt. Pedig azt hittem, hogy ha valahova, akkor ide raknak. Igen, és nem tudom, láttátok-e, elpattant a helyéről az egész konzol. És ahogy nézem, a három darab csavar ugyanakkora, úgyhogy teljesen mindegy lesz, hogy hova fogjuk őket visszarakni. Jó, következő lépésben le kellene szednünk magát a bakot. Ami remélhetőleg szintén 16-os. Az összefüggéseket belőle. Csetten is például írják, hogy Magyarországon az FPS sport és a mobile játékok mennek. Na, hát nem akarok elhamarkodott döntéseket hozni, de van olyan érzésem, hogy lassan a motortartóba kis cserés lesz. Konkrétan nem is annyira lassan. Ja. Jó, hát mivel ebben most nem rendeltem újat, így ez marad így, ahogy van. Viszont cserébe már csak azt a konzolt kell onnan levenni, amit szintén három darab E16-os csavar tart. Bocsánat, csak már megint 35 fokba csinálom ezt az egészet.
Na, hát ennyi szívás után végre elérkeztünk oda, ahova indultunk. Konkrétan elénk tárul a csodálatos XI, és mint láthatjátok, hát nagyjából minden rajta is van konkrétan a képen. Ott egy generátor, ott egy vízpumpa szítárcsa, ott van lent, nem tudom mennyire látszik, az egy klímakompresszor, ez egy főtengely, ez meg a feszítőgörgő. Na és amint mondtam, ha jól emlékszem, egy négyesekben ugye ez a vízpumpa szítárcsa, ez nincs belekötve a rendszerbe. Ergo, ott nem kell szedni a motortartóbakot. Ezért jó például a mustár motorja, és ma ott is a vízpumpa feszíti az XI-at. Sőt, konkrétan ott a generátorral feszíted az XI-at. Na mindegy. Folytatásba, ennek a görgő segítségével, igen, és most hozzá lehetne tenni, hogy feszítőt is lehetne cserélni, hogyha mennyire szétszedtem, de őszintén szóval elfejtettem, meg most nincs is kedvem. Na mindegy, lényeg az, hogy a feszítő segítségével le kellene szednünk a régi szíjat. És nyilván a paraszt módszer az, hogy elvágni a picsába, amit égszínál még meg is tudsz tenni, de mondjuk egy vezérlésnél azért egyszerűbb lenne. Na de mindegy, mi igényesek vagyunk többnyire. Szóval, ide rárakunk egy E18-at, 6-ot, nem tudom, mindjárt megnézem, és szépen lenyomjuk a görgőt, és így ezáltal föl fog lazulni a szíj. Ja, E18-at rakunk rá. Rárakjuk a görgőre, és nyilván nem lazítjuk, nem lazításra állítjuk a krovát, lenyomjuk, igen, amíg be nem kattan, és szépen kifűzzük a szíjat. Ó, mi csodás! Igen, itt a feszítőnél, itt óvatosan, mert itt nagyon minimális a hely, és hát az ujjunkat nem szeretnénk oda pecsíptetni, legalábbis én biztos, hogy nem szeretném. Jó, és hogyha végeztünk, akkor nem elengedjük a picsába, szépen lassan visszaengedjük a görgőt. Úgy. És tadám, itt egy szíj. Na most ha megnézzük. Fókusz. Igazából, hát ennek a szíjnak nem sok baja van. Tehát nincs kirepedezve. Igen, ez már egyszer cserélve volt, mert relatív könnyen jöttek ki a konzol rögzítői. Mint mondtam a videó elején, én se azért cserélem, mert szakadozik, vagy szakadt. Amíg az írás már azért le van kopva róla. Nem baj. Biztos, ami biztos kicserélem. És hát nyilván mielőtt berakom az újat, mindig célszerű összehasonlítani a régi és az új alkatrészt. Ja igen, a G-Astra-nál, hogy vagyok a kamerában, G-Astra-nál, meg hát ugye a legtöbb autónál célszerű ugye arra figyelni, hogy legtöbből létezett klímás meg nem klímás változat. Most újonc esetében ugye klímás égszíjat kellett rendelnem, vagy csomagolásból kiindulva, de akkor is ez ugyanakkora. Úgyhogy jó lesz. Ja, mint mondom, hát ugye meg volt tekeredve a dobozba, de ugyanakkora. Úgyhogy mehet vissza az új szíj. Ezt meg, hát nem tudom, kutyanyakörmnek vagy tartalékba, hogy valamibe elrakom. Mert tényleg nincs rossz állapotban. Felrakom Marketplace-re 500 forintért. Vegyetek használt égszíjat. Nagyon jó. Plusz 500-ért még dedikálom is. Na mindegy, rakjuk fel ezt a szart. Azt még azért hozzátenném, mielőtt az ember leveszi az égszíjat, ha nem biztos a visszarakási sorrendben, hogy kéne állni a szíjnak, hát vagy kiguglizza, vagy előtte lefényképezi. Én a biztonság kedvéért lefényképeztem, bár őszintén szólva nagyon elrontani nem lehet, ugyanis lényeg az, hogy a bordáknak föl kell feküdniük minden tárcsára, kivéve a feszítő görgőre, mert ott a sima felülete megy. Ennyi. Tehát minden tárcsára rá kell fűzni, és arra kell figyelni, hogy a feszítőn pedig a sima rész fusson, ne a bordázott. Igazából ennyi. Nyilván, ha már itt szét van kapva az egész, akkor célszerű megnézni a tárcsákat, hogy mindegyik rendben van-e. Én átnéztem, mindegyik rendben van, a feszítő görgő is rendben van, úgyhogy nagy történet nincs. Na, most a visszafűzési sorrend. Hát
én azt tanácsolom, vagyis hát én úgy fogom csinálni azt, hogy ki mit csinál, az már mindenkinek az egyéni szoc problémája. Első körben rá fogom fűzni a klímakompresszorra, ráfűzöm a főtengelyre, ráfűzöm a vízpumpára, tehát ráfűzöm a klímára, főtengelyre, átvezetem a feszítőnél, nyilván rajta lesz a vízpumpán is, és a generátort fogom legutoljára hagyni, arra fogom rárakni utoljára, mégpedig azért, mert ha mindenhol fönt van, megfogom a feszítőt, lenyomom, hogy ugye laza legyen a szíj, és akkor rá tudom rakni a generátorra. Na, kezdjünk neki! Gyakorlatilag ennyi. Nyilván arra figyelni, hogy ahogy mondtam, a bordák mindenhol beilleszkedjenek a tárcsába. Jó. Igen, próbálom kézzel annyira megfeszíteni, amennyire tudom. Kézzel végig lehet tapicskolni, hogy biztos benne fekszik-e. Még jó, hogy a tárcsáknak van ez a kis oldalfala, ugye, ami nem engedi úgymond kiugrani a helyéről a szíjat. Tehát az alapján is lehet tudni, hogy biztos jó helyen járunk-e. Jó. Igen, a klímakompresszor ugrál. Jó, most már ott is rajta van. Ide is ráraktuk. Jó, és akkor már csak a generátorra kéne ráfűznünk. Ügyel arra, hogy máshonnan meg ne fűzzük le. Jó. Jó. Itt is jó. Itt is jó. Jó, és akkor most, ahogy az előbb is csináltuk, megfogjuk az e-torxunkat. És picit befeszítjük kézzel. És lenyomjuk. És ráakasztjuk a generátorra. Jó, viszont mielőtt elengedjük, célszerű még egyszer átnézni, hogy mindenhol a helyén van-e. Jó. Nem szeretnénk, ha a feszítő görgőről is leugrana. Jó. 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 Főtengelyen is rajta van. És ezt követően szép óvatosan visszaengedjük. Úgy. Na, és akkor sikeresen abszorbáltuk az XC cserét. Na most a feszességgel kapcsolatban, ugye meg lehet nyomkodni, nem tudom, azt szokták mondani, most nem akarok hírni, fél centi, egy centi mozgása lehet, az normál, vagy láttam még egy olyan tesztelési módszert is, hogy megfogják, és megpróbálják elcsavarni. És kb. A feléig, tehát egy fél kört lehet rajta csavarni, ha többet csavarodik, az már laza. Jó. De így első blikre minden jónak tűnik. Most nyilván érthető okok miatt nem fogom beindítani a kocsit így, hogy a motortartóbak nincs a helyén. Plusz nem szeretném, hogy gond legyen. Úgyhogy mehet össze az egész történet. Amiért jöttetek, azt úgy is láttátok. Most ugyanúgy vissza kell raknom a konzolt, vissza kell raknom a motortartóbakot, vissza kell raknom a légszűrőházat, és akkor utána lehet csinálni egy próbaindítást. Úgyhogy folytatjuk, hogyha összeraktam itt mindent. Na, hát akkor most, hogy kész vagyunk ezzel a csodaművelettel, nézzük meg, hogy egyáltalán újonc beindul-e. Jaj, bozd meg! Jaj. Ó, hello, telefontartó, hello. Hát nem kaptunk generátorhibát, vagy töltéslámpát, meg semmit. Ó,
de copyright zene. Na nézzük, töltésünk. ...13.9. Teljesen jó. Na, hát úgy néz ki, hogy a foglalkozás elérte célját. Nem hallok fura hangokat. Töltés 13.8, 13.9. Teljesen jó. Úgyhogy szerintem jó munkát végeztem. Na hát srácok, ez megint egy otthon elvégezhető egyszerű feladat volt. Én úgy gondolom. Nyilván arra azért mindenki készül, hogy célszerű e-torxokat beszerezni, ugyanis hatlapfejű dugóval, meg villáskulcsal nekiállni ezeknek a csillagcsavaroknak, el fogjátok nyalni. Van, aki azzal szedi le, és nem nyalta el, de én nem kockáztatok. Aki gigasztrázik, vagy modern autózik, az készüljön föl rá, hogy e-torx készlet mindenképpen kelleni fog a szereléshez. Na, úgyhogy ennyi lett volna egy XC csere. Mondom, nem azért, mert szar volt, hanem mert időszerű volt. Az előregedés hamarabb eljött, mint az elkopás. Na mindegy, amennyiben tetszett a videó, akkor egy lájkot, feliratkozást mindenképpen megköszönök. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha szeretnétek esetleg valamilyen formában hozzájárulni itt a csatorna fejlődéséhez, akkor van csatornatagság lehetőség, amiben szeretnétek. Facebook, Instagram még mindig létezik, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, szokás szerint. És hát a következőben találkozunk valami mással. Ami nem egy égszícserő. És szerintem a motortartóbakról nem fogok külön videót csinálni, mert ugyanez gyakorlatilag. Annyi különbség, hogy a motortartóbakot is szét kell szedni még, hogy ki tud cserélni a kopóalkatrészt. De teljesen mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és akkor a következőben találkozunk. Addig is, sziasztok! És én elmegyek, kerülök egyet a friss Xiommal. Ami plusz 10 lóerő. De lehet, hogy 15? Még nem tudom.